Köszöntöm a Sportkád nézőit, végre labdarúgó mérkőzésen is viszont hallhatjuk egymást. Nem is akármilyen mérkőzés, megyei harmadosztályú rangadó, ahol az MT 1904 az Ásványrárói SE csapatát, illetve az Ásványráró KSE csapatát fogadja. Ez a hivatalos megnevezése az Ásványrárói csapatnak. Minden bizony a kiváló mérkőzésnek nézünk elébe, mert ha megengedik ezt a kis kulisszatitkot, mi egy Dunakiléti Mária Kálnok találkozóra készültünk, de egyéb logisztikai dolgok folytán erre a megyei 3-as rangadóra jöttünk, annál is inkább, mert megyei 3-as mérkőzést nem is nagyon szoktunk közvetíteni a tévében, de annyira jól szerepel a hazai városi csapat a bajnokságban, óriási különbségű győzelmeket aratva, hogy a Siska Attila tanítványainak, mint hogy újabb nagyarányú győzelmet szerezzenek, hiszen az elmúlt fordulóban legyőzték a Dunaszentpál csapatát 5-1-re, míg az első tavaszi fordulóban a Halászi csapatát 7-2 arányban sikerült felülmúlnia a gárdának, tehát minden adott a jó szerepléshez. Piros-fehér mezben ezúttal az MTE, és kékben játszik a vendég Ásványáról csapata. Az MTE hagyományos kék-fehér színeit most erre az idegen szerű mezre váltotta, erre a piros-fehérre. De hát ez a hazai pálya előnye, mármint a vendég hazai pálya előnye, hiszen a mérkőzést Mosonban, a volt Künep pályán, amit most a Moson-Magyaróvári Ifjúsági Torna Egyesület tart rendben és használ, hiszen rengeteg futballcsapat, futballpalánta nőít fel a jövendőbeli Moson-Magyaróvári labdarúgásért. És a hazaiak kezdték a mérkőzést, viszont most sikerült eladni a labdát, és amíg tart az első vendégtámadás, amely bízom benne, hogy hamarosan elakad, addig elmondom az összeállításokat. A vendégeknél a kapuban Bálint Ádám, mondanám én, de hát ő a hazaiak kapusa, tehát a vendégeknél a kapuban Szemeti Péter, 15-össel Alföldi Tamás, 3-ossal Alföldi Attila, 12-essel Vadász Ádám, 14-essel Németh Zoltán, 7-essel Bálint Attila, 8-assal Kovacsics Gergely, 5-össel Szabó Szilárd, 2-essel Ács Márió, 11-essel Angyal Attila, 9-essel pedig Szabó Rihárd, a kispadon Vadász István 10-essel, 16-ossal Kránitz Dávid, 4-essel pedig Molnár Dániel, a szakvezető pedig Szemeti Károly. Jó, nézzük akkor a hazai összeállítást, amit mondtam, Bálint Ádám van a kapuban, a csapat kapitány, ezúttal Szabados Tamás. 11-essel játszik Tiba Gergely, 13-ossal Szabados Gábor, 6-ossal Karácsony Péter, 10-essel Rigó Kálmán, 7-essel Derdák Gábor, 8-essel Smatovics Erik, 17-essel Régely László, 9-essel Horváth Attila, 2-essel pedig Darázs Attila, a kispadon Németh Robert, Újvári Tamás, 14-essel, 16-ossal Angyal Szilárd, 4-essel Hajós Krisztián, 3-ossal Farkas Krisztián, 15-ossal pedig Bejci Dániel. Dani kivételével Siska Attila vezetőedző azokat a játékosait pihenteti ezen a találkozón, akik tegnap az MB3-as csapattal 1-1-es döntetlent játszottak a Répcelak ellenében hazai pályán. Mindenféleképpen, ha ezt az összeállítást nézem, akkor Szabados Tomi játéka az mindenféleképpen adott, hiszen ő tegnap is játszott, de hát a Csékálak mindenhogy játszani kell a megyei 3-as csapatban is. Az MT 1904-nek ettől a bajnokságtól kezdve van B csapata, ezt már nagyon sokan tudják, mi is nagyon sokat foglalkoztunk velük, viszont kialakult egy szabadrúgás, és ebből aztán végülis nem lett semmi, úgyhogy talán lesz majd később is időm elmondani a történetet. Mindenesetre, hogy körülményeket nézzük, akkor ideális futballidő, a szelet leszámítva. 20-18-20 fok van itt a Mite pályán, rendkívül szép napsütés, és hát a fiúknak is szerintem lesz kedvük focizni. No, tehát visszatérve akkor az MTE B csapatára, sokan és sokszor is foglalkoztunk már ezzel a témával, hogy egy tudatos és hiteles koncepció mentén indult el Siska Attila vezetésével a labdarúgó csapat tavalyi év folyamán, hiszen a felnőtt csapat mellé a játék lehet több játék lehetőség reményében kitalálták a vezetéssel együtt ezt a B csapatot, amelyet a megyei harmadosztályú gárdaban, megyei harmadosztályú bajnokságban neveztek, és igazából a felnőtt bajnokságok színvonalát itt szokják a fiúk, és nagyon jól megy ez nekik, hiszen az első 4 mérkőzésükön döntetlent értek el, viszont azóta zsinórban az összes mérkőzést megnyerték, kivéve az utolsó hazai őszi mérkőzésüket, de hát ilyen is kell, ez is kell a történetben, hiszen ebből is lehet tapasztalatot szerezni.
Tehát az MT 1904 2-es csapatának tagjai előbb-utóbb az MB3-ban fognak játszani, és nagyon sokan, mint ahogy mondtam, az imént már bemutatkozhattak az MB3-as labdarúgó csapatban is. Tehát elkötelezett szándék van Drescher Otto és a klub vezetése fejében, hogy igenis hazai játékosokból, sok-sok mosonmagyaróvári fiatalból állítsák össze az MTE labdarúgó csapatát. Ők azok az ifjak, akiket az elmúlt néhány évben az MTE kinevelt, és bizony az MB3-ban még nem jönnek úgy az eredmények, nincs is túl sokszor látványos játék, viszont az út az mindenféleképpen pozitív irányba mutat, és minden utazás az első lépéssel kezdődik, ahogy a nagy bölcsek is megmondták, és próbáltam nem tökéletesen idézni. Hát erről szól ez a játék, úgyhogy én azt mondom mindenkinek a kötelező kincstári optimizmust félretéve, hogy igenis bízunk a mosonmagyaróvár fiatalokban, hogy 3-4-5 év múlva ismét meg tudjuk majd tölteni a Wittmann Antal parkot, mint annó, amikor gyerek voltam. Több ezen voltunk akkor meccsen, és most is ezekre a 17-18 éves fiúkra vár, hogy néhány éven belül megmutassák magukat a nagy csapatban. Sőt, ahogy már többször is említettem, sokan közülük már odaérhetnek ebben a bajnokságban is. Szóval Siska Attilával beszélgetem a mérkőzés előtt, mindenféleképpen győzelmet vár az ásványvárói csapattól, egy kicsit tart és félt, mert a tavaszi, illetve az őszi mérkőzésen nagyon sok falt szabálytalanság volt, és a srácok egy kicsit tartanak is a bácsiktól idézőjelbe téve, mert hogy ezek a fiatal fiúk tényleg másfajta korosztályt képviselnek a megyei harmadosztályú csapatok átlag életkorához képest is. Elhallottam egy pillanatra, hogy én is felvegyem a mérkőzés ritmusát, mert még arról nem beszéltem, de egyelőre nagyon lelkes az ásványrárói csapat, viszont én biztos vagyok abban, hogy technikailag és fizikálisan is az MTE 1904 előrébb jár riválisánál, viszont a labda gömbölyű, ahogy mondani szokták, és egy mérkőzésen bármi megtörtént. Karácsony dobta be a labdát. Darás passzol Derdáknak, ismét Karinál van a labda. Nézzék el nekem, hogy esetleg a becenevükön hívom a srácokat, hiszen elég régóta nyomon követem az ő pályafutásukat, és nagyon szorítok az ő sikereikért. Derdák jól ért oda. Régei Lacika pedig visszafejelte a labdát, bedobással jöhet az ellenfél csapat. Őket nem ismerem annyira, úgyhogy megpróbálom majd azonosítani a rajtszámuk szerint. A Forma 1-es hasonlattal akarok élni. Tiba Gergő a középső védő, ő ugye most ért vissza az MTE csapatához, ő MTE nevelés volt, de többféle osztályban, többféle csapatnál megfordult, játszott külföldön is, és aztán végül ideért mutatni, hogy hazajött. Hát nézzük, Smatovics, Tiba. A másik szabados felé, de egy kicsit úgy tűnik, hogy hosszú. Az ellenfél kapusa, Szemeti Péter hozhatja játékba a lasztit. Próbálom lemérni, hogy a szél körülbelül kiket támogatott az első fél időbe. Hát nem tudom megmondani, klasszikus indián módszerekkel érve nyálaznám az ujjamat, föltenném és eldönteném, de egyikben mikrofonban, másikban toll és papírok, úgyhogy ezt nem tudom megtenni. Nézzék el nekem, nagyszerű indítás Lucsi felé, ő pedig nagyon sikeresen tolja el a kapus mellett, gól, 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 gól. Megvan a vezetés a 6. percben, az MTE 1904 B csapata már is vezet 1-0-ra, hát erről beszéltem. Ha 5 percenként látunk egy gólt, akkor gyors matekozás után ki is számolhatjuk, hogy nagyon sokkal fogunk nyerni, én ezt nem merem megtenni. Tehát már is vezet a csapat 1-0-ra, és kiváló hangulatú mérkőzésnek lehetünk szem és fültanúi. Megérkeztek az MT 1904 Brigád Nord tagjai, vagyis a vezérszurkok nem hagyják ki az MTB csapatának mérkőzéseit sem. Azt mondták, hogy bárkit szívesen látnak ezeken a mérkőzéseken szervezett szurkolói formátumban. Akit érdekel a játék, ilyenfajta körítés, az feltétlen keresse a fiúkat, Szabó Leventét elsősorban. Szabados. Karácsony. Vissza Szabának.
Na, hallják a vezérszurkolókat? Bár azt mondták, hogy végre szombat van, hát most vasárnap van, de őket látjuk. Derdi, Dari, jaj, nehogy belefeledkezek itt a keresztnevek meg vezetéknevek összeolvasztásából született becenevekbe. Nagyszerű támadás eddig Smatovics Erik, Karácsony Péter felé, nem jutott el hozzá a labda. Az ellenfél védő játékosa, Alföldi Tamás lépett jól a játékba, ezzel akadályozta meg az MTE újabb támadását. Nem kell sokat várni az első gólra, és ennek én nagyon örülök, és szerintem a tévénézők is egy kiváló gólgazdag mérkőzést nézhetnek meg. És amit a tévében látszik, akkor majd minél többen jönnek majd ide ki a mérkőzés, amúgy egy 100-an, 50-100-an lehetünk ezen a megyei harmadosztályú mérkőzésen. Nagyszerű bedobás volt. Darázs Attila felé. Attila tegnap játszott egy fél időt a Répcelaki csapat ellen, úgyhogy benne több kilométer van, mint a csapat többi játékosában, de szerintem annyira fiatal és rutinos fejlődő szervezetről van szó, hogy nekik meg sem fog kottyanni. Szabadrugás következik a 11. percben, Horváth Attila állt a labda mögé, és én szerintem kapura fog előni, mert szenzációs jobb lába van. Az más kérdés, hogy a szél mennyire zavarhatja meg ebben. Trükkös akart lenni a sorfal alatt, talán elrugni, hogyha félig tele pohár üzemmódban nézem ezt a szabadrugást, de nem búrott fel a sorfal, úgyhogy maradt minden a helyén. Darázs, még mindig ő, ismét Régely felé a labda, jól tudja visszaadni, viszont a beadás az nem volt annyira jó, úgyhogy ismét Szemeti Péter hozhatja irányba csapattársát, az ötössel játszó Szabó Szilárdot, akik nem sikerült levennie a labdát a játéktéren belül, úgyhogy újabb MTM bedobás következik. Mondok néhány szót az ásványrárói csapatról, ők is nagyon jól kezdték a tavaszi szezont itt a megyei 3-as bajnokságban. Az előző fordulóban a meccsért csapatát 2-0-ra verték, idegenben a Dunaszent Pál együttesét 5-1 arányban győzték le. Szép. Eredményelvileg mind a két csapat tud gólt lőni, vannak jó csatáraik, úgyhogy szerintem egy gólgazdag mérkőzést fogunk látni, és legyen is így. Álint Ádi védett, meglehetősen jól, kicsit kipattant ugyan a labda, és hogyha már itt a mérkőzés közben vagyunk, és lesz majd néhány perc, akkor elmondom a tabella jelenlegi állását, legalábbis ami bennünket illet. Most is nézzük Szabados Gábor indítását. Egy kicsit szerintem céltalan volt, az elképzelés megvolt benne, viszont a kivitelezés nem sikerült annyira jól. Vissza a feladónak mondhatná Szemeti kapus. Két 11-es egymás mellett mögött, meg Bálint Ádám, hogy az ellenfélnél Angyal Attila játszik. 11-es elő annak az Angyal Szilárdnak a testvérek az MT 1904 csapatában a kispadon ül, tehát Angyal Szilárdnak is tegnap játszott egy teljes mérkőzést. Már lehet, hogy a rokoni kapcsolatot rosszul mondom, de szerintem nem. Úgyhogy ha a családból nézik a mérkőzést, azért mondom, hogy sorry előre, de nem, akkor mégsem. Úgy itt ül mellettem a kis család Smatovicséktől, és itt van Smatovics anyuka, Régely apukát látom a nézőtéren. Úgyhogy mindenféleképpen egy családi program ez, ilyenkor jó nézni a gyerekeket. Én azt mondom minden szülőnek, rengeteg korosztályos csapat van a városban, hogyha tehetik, akkor hozzák le a srácokat focizni, hiszen ennél szebb jobb játék nincsen. Kim volt a labda, viszont a túloldalon van csak partjelző, illetve a játékvezetői asszisztens így ezt nem láthatta, viszont az MTE maradt játékban, és tényleg elfelejtettem említeni a játékvezetőket. Hát Sándor Ferenc a játékvezető, asszisztense pedig az ifjú Pitó Beáta. Sándor Ferenc ugye a közelmúltban tért vissza a labdarúgó pályára, mint játékvezető. Hát közel egy évig, vagy több mint egy évig nem vezetett mérkőzést. Szóval visszatérve arra, amit mondott Siska Attila, hogy nagyon félettől a találkozótól, hogy mennyire lesz kemény az ásványrárói csapat. Azt mondta a mérkőzés előtt a játékvezető, hát itt ennek most semmi helye nem lesz.
Azt hiszem, hogy Sándor Ferenc egy nagyon meghatározó alkata a megyei labdarúgásnak. Azt hiszem, ilyenkor jó helyen van a mérkőzés, és talán testalkatából fakadóan is tisztelik őt a játékosok. De hát ugye az nem azon múlik. Szokták volt mondani, a játékvezető kötelező része a mérkőzésnek. Hát beszéltem mindenről, a körülményekről, talán a pályáról még nem. Engedjék meg, hogy elfogult legyek, én is sokat játszom ezen a pályán. A megye egyik legjobban karbantartott gyepszőnyege, ez a Mosonmagyaróvári. Tipa Zoltán és Figler Péter rendkívül jó és értékes munkát végzett ezen a területen. Élmény ezen játszani. Akárhonnan is jönnek ide a megyei osztályokból, sőt, NB-s találkozóknak is ugye adott már helyszínt ez a pálya. Mindenki nagyra értékeli a kiváló minőségű focipálya gyepszőnyeget. Hát igen. Most szokták mondani, illetve hát megkérdezték egyszer a Wembley stadion, ugye ez a világ egyik leghíresebb futballstadion, és még az a régi Wembleyről beszélek, annak a gyepszőnyege világhírű volt, ugye, tehát az volt az etalon maga, többféle fűkeverékből állították össze, és megkérdezték a pálya legfőbb gondokát, hogy vajon mitől ennyire jó a Wembleynek a gyepszőnyeg, és azt mondta, hogy megfelelő fűkeverék kell hozzá, rendszeres fűnyírás, rengeteg öntözés, az időjárás, és utána már csak kell várni 100 évet, és már is jön lesz a gyepszőnyeg. Tehát kérem, 100 évtől még ez a pálya messze van, bár annyira is biztos, viszont rendkívül jó szakértelemmel gondozzák. Na nézzük az ellenfél szabadrugását, az Ásványrárói csapat íveli kapura a labdát, és alákapott talán a szél, és nagyon messzire szállt el Bálint kapuja mögött, hogyha optimistánk hozzá. Ja, hogyha nem mondtam volna, vagy régen hallottak Segesvári féle közvetítést, tehát én mindig elfogult kommentátor vagyok, nem tudom megtagadni sajnos magam, és nyilván az MT 1904-nek szurkolok, de teszem ezt sportszerűen, igyekszek sportszerű lenni, jó? Maradjunk annyiban, hiszen én a jó focit szeretem, éljen az Ásványrárói labdarúgás is, Smatovics. Viszont nagyon jól ért a labdába a hármassal játszó. Hát azzal nem játszik ő senki. Akarom utána mondani, hogy Alföldi Attila, de nem az volt. Tiba. Nagyszerűen tálalt. Ha jól láttam, akkor a Rigó Kálmán volt az Rigó Kálmán elé. Nem. De ő volt ez. Szögletet jelez a játékvezető. A szurkolók igen fel vannak spanulva, tegnap az MTE meccsapatának mérkőzésén nem hallottam ennyi dalt tőlük. És jól látom, akkor régen állt a labda mögé, ő fogja elvégezni a szögletrugást. Nagyon jó, és nagyon jó volt maga a szögletrugás, viszont nem ért semmit sem, mert átszállt a fejek fölött, úgyhogy jöhet az ellenfél bedobással. Ha jól látom, akkor Bálint Attila végzel a bedobást. Mert nagyon jó helyen voltam, Derdák Gábor, ő fejelt el, és jöttünk egy újabb támadással. Horváth Attila támadta ellenfelét. De hát ezúttal úgy tűnik a rutin győzött. Karit nem lehet csak úgy egyszerűen megkerülni, de hát ő róla ment ki a labda, úgyhogy ismét a csapatkapitány passzolhatta vissza a bedobáshoz a labdát Szabó Szilárdnak. Ja, hogy nem arra. Bravo. Karácsony. Horváth fejelte vissza. Szabados. Nagyszerűen indítja majdnem mondtam rá, Attila, de itt volt ezen a felén. Na szóval, tehát jól, tehát igen, nem kellett volna szerintem sem visszakapasszolni. Megpróbált ott a kapu felé fordulni, de hát nem jött össze Tibai velé befelé, Régely felé, de hát ez nem volt jó. Úgyhogy jött egy újabb Karácsony Péter bedobás.
Azt mondja a játékvezető, hogy nem történt semmiféle szabálytalanság, úgyhogy jöhet az ellenfél támadása. Régei passzos Matovics felé, nagyszerű lett volna a horvátnak az indítás, hát mégsem. Úgyhogy jött az ásványára, de csak momentumaiban van náluk a labda, és az MTE uralja a mérkőzést. Ki lehet jelenteni 20 percnyi játék után, hogy a fiúk nagyon összeszedetten játszanak és akarnak és mennek. És hogyha az előbb azt mondtam, hogy a szabadul akarom mondani szögletet, Régei Laci végezte, hát ez nem igaz, hiszen a túloldalról Rigó Kálmán csavarta be, csak hogy a rendkedvéért megy a Rigó családtól, szó írja a ház elejét, amikor nézik ezt a közvetítést. Kovacsics passzolta tovább, de hát megint megszereztük a labdát nagyon határozottan. Ismét hozhatja az ellenfél nyolcas a Kovacsics Gergely. Egyedül próbálta, mégis keresztbe lőtte a kapu előtt. Hát nem tudom, passz akarta lenni, vagy kapura lövés, mind a kettőnek úgy tűnik, hogy gyatra volt. Viszont így legalább mi érkezhetünk egy újabb támadással. Labdaszedő személyében Bálint Ádám szépen elkucogott a Lasztiért, és hát szépen a játékszert leteszi a helyére, és aztán kapus kirúgással folytatódik ez a nagyszerű mérkőzés, ahol a 21. percben mindig 1-0-ra vezet az MTE, 1904 B csapata a 6. percben szerezte az első gólt Régely László, az ifjabbik Régely László, mert hogy mondtam már, az idősebbik itt ül közel hozzánk, és szotyizik. Uff, Szaba előre, mondanám céltalanul, de nagyon jól ment Régely Laci irányába a labda. Övé lett, és jól is tettje meg. Darázs, jól tálalt középre, és les. Azt mutatják a játékvezetők. Én ebből a szögből nem tudom megítélni, hogy Horváth Attila lesen volt-e. Hát les volt. Vonalban volt az ifjú partjelző kisasszony, Pitó Beáta, ahogy mondottam. Kaptam egy jegyzőkönyvet, és hogyha vannak itt futball fanatikusok, mondhatni futball szadomazoisták, akkor elmondom, hogy a mérkőzés kódja 600-882. Hogyha majd az interneten, az adatbázisokon után néznek, akkor a 600-882-es a mérkőzést keressék. De tényleg ez nagyon zárójeles volt, Horváth. Ez nagyon durva volt. Nálam egy sárgalap, ez a megmozdulás Németh Zoltántól, de hát annyival gyorsabb volt az ifjú titán, hogy nehéz volt őt megállítani. Sima sárga. Németh Zoltán kapta tehát az ásványerei csapatból a 23. percben. És egy újabb kiváló alkalom arra, hogy gólt szerezzen a csapat, és ezúttal most tényleg Régely László van a labda mögött. Jól fejelő magas fiúk bent középen, szerintem nem fog kapura menni a labda. Tehát egy fejest lehet várni, Gergő Tiba, Gergő jól fejel, úgyhogy miért ne. Hát, ez megint ugyanolyan szörnyeteg szabadrúgás kísérlet volt, mint az előbbi Horváth Attilától. Úgyhogy nem értékelem túlzottan, túlságosan. Nem engedték elvégezni a gyors szabadrúgást. Smatovics kapura küldi kapásból, és milyen jól tette! De hát nem napozott Szemeti Péter, és a nap sem sütött a szemébe, úgyhogy kapus csemelgeként ölelte magához a labdát. Na most tessék vigyázni. Két védőt döntött el a csapatkapitány, és szerencse, hogy nem vette fel a szemüvegét, mert nagyon mellé nézte a kaput. Hát óriási ajtóablak helyzet volt.
testi erőfölényét kihasználva szépen fektette el a két MT-je, védőt viszont nem sikerült a célzó vízzel belőnie Bálint kapuját, úgyhogy most nagy szerencsénkre maradt 1-0 az állás. Hát ezt meg lehet köszönni az ellenfél csapatkapitányának, Szabó Rihárnak, ez csak rajta múlt. Angyal Attila irányába, de ott Tiba Gergő is. Szabó. Kovacsics passzol tovább, jó az ő labdája, de hát mégsem annyira, hogy nért volna oda egy védőnk, úgyhogy egy jó testcsellel Lucsi hozza a folytatásban a labdát, remélem jó lesz a passz is. Én megpróbáltam volna egy nagy keresztet, de hát ők ezt nyilván ott a pályára jobban tudják, Smatovics Erik. Na, az Erik megpróbálta helyettem, és talán a szél is segít bennünket. Jó szállt a labda Cséká felé, Szabados Tomi. Vissza tud-e középre adni? Nem tudott. Szöglet következik. És egyre jobban fúj a szél, ami nem fog kedvezni szerintem sem a játéknak, sem a mikrofonunknak. Úgyhogy nem én súgok, és nem a tévékészülékben van a baj, hanem a szélben, ami talán beletrombitál a szivacsos mikrofonomba. És megy a szögletrúgáshoz, régen Laci ismét. Most teljesen kezdek elbizonytalanodni, hogy az első szögletet akkor kiadta be, de nehogy fönnakadjak ezen, nem ez a lényeg. Aj, de jól érkezett középre, és jól érkezett a kapus is, úgyhogy meg lehet most újból próbálni ezt a kombinációt. Még egy csel, még ez is jó. És most vissza, azt a mindenségit pedig aztán nagyon vártám ott a labdát az MTE játékosa. Rigó Kálmán volt ott a kapunak a hosszú oldalán. Nem sok hiányzott, majdnem meglett a második gólunk. 27. percben nyerünk, és még mindig 1-0 arányban vezet az MT1904B csapata. Jó szerzett labdát most az ellenfél játékos, a Szabó, ki jól tette ki a labdát Szabó Szilárdnak, viszont hát itt a bal oldalunkon van egy karácsonyi terminátorunk, rajta viszont nagyon nehéz keresztül hajtani, de hát titánium vázon van, mondtam. Azóta jó volt a testcsel Németh Zoltántól, viszont nagyon rossz helyre. Nagyon sokat van játékban a Karácsony Péter. Hogy jó-e vagy rossz, az döntse el mindenki. Szerintem jó. Fú, de elemés megoldás lett volna Horváth Attila részéről, viszont senki nem számított rá. Úgyhogy most ez az ellenfélnek hozott így szerencsét. És hát rendkívül jó passz lett volna ám ez, hogyha fölismeri Szabó Spori, hiszen Kovács Gergely ott várta egyedül a labdát kiugrásra készen. Bár lehet, hogy Angyal Attila volt. Na mindegy, mondtam, annyira nem vagyok jó hédervári ásványráról játékosokban. De az biztos, hogy szerintem máshogy is meg lehetett volna oldani ezt a szituációt. Ez a keresztlabda viszont magas volt Szabó Szilárdnak, úgyhogy ismét Régely Laci hozhatja a labdát. Gyerünk, Laci, gyerünk! Nem került még mögé senki, talán most, de ez már így késő. Kicsit elmaradtunk ezzel a támadás megoldással Németh Zoltán. Kovacsics elé. Aki igazából Angyal Attila volt, és szabálytalankodtak vele szemben. Egy újabb ásványrárói szabadrúgás következik. Bízunk benne, hogy hasonló sikerrel, mint a 10 perccel ezelőtti volt. Jól
látom akkor Bálint Attila állt a labda mögé, de ott látom Szabó Szilárdot is, és ott megérkezett a Szabó Richárd is. És hát, hogyha nem tudják eldönteni, hogy ki lője a szabadrugást, ajánlom mindenki figyelmébe Toni Kroos és Frank Ribery megoldását, az egyszerű kő, papír, ollót, roppant bájos, és szerintem mókás módon két fordulóval ezelőtt a Bundesligában kőpapír ollóval döntötték el, hogy ki is lője a szabadrúgást, és nagyon jó volt szerintem. Ha minden igaz, akkor Ribéry papírja győzött Kroos kőle ellen, úgyhogy abból nem lett igazából semmi. Ebből viszont nem volt vita, hogy kilövi a szabadrúgást. Nagyon jó a tekerés, és nagyon nagy gólt ért el az ellenfél 11-es játékosa. Nagyon rutinos megoldás volt, és látszott is, hogyha ezt jól találja, akkor bizony hiába úgy van felállítva a kapus, nem sok mindent lehet ellenteni. Tehát az én olvasatomban Angyal Attila volt a gólszerző, és a 31. percben járunk, itt pedig 1-1 az eredmény. Annyira Angyal Attila volt, hogy Bálint Attila szerezte ezt a gólt, aminek én annyira nem örülök, és szerintem a fiúk most dupla erővel gyújtják be a rakétát, hogy újabb eredményt érjenek el, hiszen az 1-1 ez nem az elvárás, hiszen a fiúk felé egyértelműen megfogalmazta a vezetőség, hogy mi a céljuk a megyei harmadosztályú bajnokságban. Hát tessék jól figyelni, meg kell nyerni. Megyei bajnoki aranyérmet kell szerezni idén a fiúknak, és ez még inkább azt szolgálja, hogy a jövő pedig a megyei másodosztályban menjenek tovább. Tehát győzni kell itt is ahhoz, hogy győzelem legyen, hiszen nagyon szoros az élmezőny. Kiváló csapatok vannak a megyei harmadosztály szintjén. Szorosan az MT 1904 mögött ott van a Kunsziget csapata és a Károlyháza együttese is, de a pályát birtokló Mite is ott van a negyedik helyen, mindössze 5 ponttal lemaradva a listavezető MTL-től, úgyhogy egy mérkőzéssel egyenre kevesebbet játszott a csapat. Tehát nagyon szoros az élmezőny, minden mérkőzésnek súlya van, minden mérkőzés nagyon fontos, és ezt a fiatal srácok remélem nagyon észben tudják, vagy fejben tudják tartani, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni. Darázs, gyütközés, még föl tud állni, ketten próbálják őt satuba fogni. Ja, és akkor még, hogy kifelé lesz a szabadrugás. Hát ez érdekes játékvezetői döntés, és úgy tűnik, hogy Darja egy pillanatra lent maradt, de hogyha jól látom, ott a lábak között talán már ül, és ha minden igaz, akkor föl is áll, úgyhogy talán túl nagy baja nincsen. Viszont sárga lapot kapott az ellenfél védőjátékos, akkor ezt a szituációt igazából nem értem. Valószínűleg egy reklamálás történt, és ezért kapta a sárgalapot. Ha ellátnék odáig, akkor azt mondanám, hogy Alföldi Attila ránézésre is talán ő volt. Gyorsan fel is jegyzeteljük, hogy a 33. percben még egy sárga lap az ásványrárói csapatnak. A labda, mint ha vasból lett volna, túl messzire nem szállt. Szabados. Derdák. Tiba. Szabados. Karácsony. Smatovics. Derdák. Nagyszerű indítás, Szabados felé jön a középre, nem jött. Aj, de kár érte! Fiúk, tessék komolyan venni ezt a mérkőzést is, Tiba. Nem tudta megszelidíteni a labdát, így hát bedobás és jöhet az ásványrárói KSE. De már is nálunk van a labda. Hát hogyha lenne processzorom, ami méri a labdabirtoklást, szerintem simán ilyen 70-30-nál vagyunk. És hát most ezúttal a testi erő győzött. Szabó Szilárd hát kapura lőtte, vagy nem is tudom igazából mit szeretett volna ezzel elérni. Hát legalább nem lesz belőle kontra. Maradjunk annyiban. Viszont
Bálint Ádám jöhet a begyakorolt mozdulat sorozatával, amelyet már a foci óvodától kezdve tanult, miszerint letesz, hátra sétál, megkocogtat, előre fut, alától előre vág, és valaki csak lefejeli, és ezúttal ásványráróiaknál marad a labda, úgy tűnik, de hát jövünk, érkezünk, Tiba és Szabó csapott össze, és hát Szabados Tamás megmozdulását szabálytalannak látta a játékvezető, úgyhogy ásványrárói szabadrúgás következik. Szabó Richárd a labda mögött. Szerintem kapura fogja lőni. Így is van, és nem is volt rossz. Nem is volt rossz, azt kell, hogy mondjam. Szép szabadrúgás volt, néhány centi hiányzott, de lehet, hogy volt az egy méter is. Bár a méter is 100 cm, a néhányba talán még az is belefér. Ha milliméterben fejeznénk ki, akkor az már túlzott lenne a párhoz. De hát ne menjünk bele az esi mértékrendszerbe, hiszen erre most sem időnk, sem kedvünk. Inkább nézzük a találkozót, amely 36 percnyi játék után 1-1-re áll. Az MT 1904 fogadja hazai pályán az ásványráró csapatát. Nagyszerű mozdulat voltam ez a Lucsitól, kár, hogy nem érzékelte Horváth Attila, hogy mi is lenne a játék, de jó megoldás volt. Én akkor is jónak láttam, hogyha Atté kicsit így vissza is int, jó is szép megoldás volt, kár, hogy eredménytelen, így hát hiba lett belőle, jöhet az ellenfél. Alföldi Tamás dobta be a labdát. Ez talán így hosszú lesz az ellenfél kettesének. Ács Máriónak nem érhette el az indítást. Úgyhát újabb labdaszedés és újabb kapus kirúgás következik. Kicsit, mint hogyha leült volna a mérkőzés, talán pihennek a srácok egy kicsikét, rákészülnek az első félidő hajrájára. Bár szerintem a szünetben lesz csere. Siska Attila mindenféleképpen a győzelemre törekszik, és lehet, hogy a tegnap az NB3-ban játszott fiúk közül páran beállnak, és ha ők játszanak, akkor mindenféleképpen erősíteni fogják a csapatnak a működését. De hát elrúgta a labdás sportás. Smatovics, Karácsony. Valaki kéri a labdát, úgy van, Smatovicsnak vissza. Egyébként kemény becsúszás volt, de hát kemény fából faragták Smatovicsékat, Derdák labdája nem jó, úgyhogy nyargalhat is vissza Rigó. De már megszereztük a labdát. Szabadul is így van. Derdákért vissza kiválóan. És minden igaz, akkor ő rúgja a szabadrúgást is, bár ez csak egy sima passz volt Smatovics felé. Jöhet az újabb ellentámadás Matovics. Egy gyönyörű szép csel. Jó a befelé a beadás, viszont nem volt ott senki. Hűha, nagyon gyors az ellenfél védője, de Tiba Gergőt sem kell félteni, meg nagyon rutinos. Volt már pár felnőtt mérkőzése, ezt kiválóan tudja. Ács Márió passzolt el a labdát. Darázs. Régely senkinek. És bedobás következik. Alföldi Tamással.
szöglet nem lehet, viszont a szöglet zászlótól kell elvégezni a bedobást is. Ez is, hogyha jól láttam, akkor a Karácsony Petiről ment ki, úgyhogy újabb bedobás következik. Újra Halföldi Tamás jön. Sárga lap. Hát, egy kicsit szigorú ítélet volt, én ezt úgy gondolom. A sárga lapot így tehát Karácsony Péter kapta a 40. percben. Így már van egy Moson Magyaróvári sárga laposunk is. A karrié lett. A sípszó megvolt. A szabad rúgás hosszan előre. Tiba. Ha jól láttam, Vadász Ádám jött előre. Segíteni ő szerezte vissza a labdát. Viszont Smatolcs Erik is jó helyen jött. Gyerünk Peti, gyerünk, gyerünk, meg lesz az a labda. Úgy van. Nagyszerű a továbbítás, bravo, Derdák! Na, Derdi meg lesz-e? Úgy van. Régely Darázs, és csak szabálytalanul lehet őt megállítani, mert rutinosan csinálták ezt. Kovacsics Gergely volt szabálytalan. A labda mögött pedig Derdák Gábor. Nagyszerű. De jó védekezés volt. Szinte az érkező játékos fejéről varázsolta le a labdát Angyal Attila. Mert szöglet. Következik. Régely. Hát ez megint nem volt egy tökéletes szöglet. És Bruce Lee-t idéző mozdulattal jutalmas pontokat kapunk érte, hiszen újabb szöglet következhet. Úgy tűnik, hogy akkor egy ásványrárói láb ért még hozzá. Láb vagy test, maradjunk annyiban a kart leszámítva, mert az nem érvényes játékfest. Aztán ekkora helyzet volt ez is! Kedves Szabados Gabi! Hova tetted a lábadat? Csak be kellett volna passzolni. Hű, de nagy lehetőség volt. Jön egy újabb szöglet, erről az oldalról, ha jól látom, akkor Darázs az. Ezt viszont kifejelték. Smatovics. Erőből vissza, jó magasan összefejelt két játékos, két hazai játékost egymást zavarta. Ennek én nem örülök. Ott az nagyon csúnya voltál, ne? Jó, elragadott a hév, mint a Baumgartner szalont anno. Sárgalapos figyelmeztetés szerintem bőven jár az ellenfél játékosának. Azt még nem tudom megmondani, hogy ki volt az. Szerintem Kovacsics sporttárs. Mondja, Attila lesz szerintem a sárgalapos. Smatovics a labda mögött. Valaki kiabált, hogy találjál kaput. Nem tudom, az a cél, az-e, vagy az a cél-e. Hát nem az. Ismét ez a lapos, nem tudom én mi történt, nem tudom ez mennyire begyakorolt dolog, de nem jó. Derdi nagyon jól helyezkedik és tartotta meg a labdát. Már Karácsony Peti passzolja haza Bálint Ádámnak, aki kiválóban bizonyítja a passzolási készségét Szabados Tamásnak. Szabados Tomi pedig Rigó Kálmán felé adta volna a lasztit. De akadályozták szabályton Derdák.
Szabados. Smatovic. Másik szabados. Nagyszerű testcsáv volt. Érkezik-e valaki középen? Igen. Az ellenfél középső védője volt az. Továbbra is fölényben játszik az MTE, viszont ez a fölény nem látszik a gólokban, gólok különbségében. Derdák beadása, és de benézte ezt a kapus! Úristen, mekkora gól volt! Ez a forduló gólja 30 méterről. Derdák szerintem beívelni készült, és egy kicsit megtuningolta ezt a szél, és aztán megtévesztette Szemeti Péter kapust. De hát, ha úgy láttam volna, hogy a kezében volt a labda, de aztán hát mégsem szegény, nagyon bosszus. De hát a lövésből lesz a gól, és ez óriási gól volt, még ha szerintem szerencsés körülmények között is esett. És most már látszik akkor a fölény a különbsége, látszik a fölény az eredmények tükrében is. 2-1 arányban vezetünk, 45. percben szerezte ezt a gólt Derdák Gábor. Örüljünk neki, ritkán látható mérkőzés, érdemes lesz legalább 5-ször kilassítanunk, hogy hogy is történt mind a 82 kameraállásból, bár egy kamerával vesszük a mérkőzést, mi mégis megpróbáljuk majd a lehetetlent, virtuálisan átviszik a térben a másik oldalra a dolgokat. De hát vagy igen, vagy nem, az biztos, hogy meg fogjuk ismételni a gólt, hiszen rendkívül szép volt. Köszönjük Szél királynőnek is a segítséget. Nem kapus kirúgás, szabadrúgás következik, nagyon határozott volt Sándor sportárs. Mégis is van, szabados. Kinek? Smatovicsnak. Bedobás jön. Derdák. Azt hittem, hogy kapura varázsolja. A Darinak nem volt jó. Szabados és az ellenfél 11-es játékos Angyal Attila egymásnak, egymás mellett. Ebből az is következik, hogy az előbb nem ő kapott sárga lapot, én kérek elnézést. Tiba. Bálint Ádám. Karácsony. Szabados. Smatovic, nagyszerűen cicáznak a fiúk. Karácsony. Lucsi. Bedobás következik, még pedig hazai bedobás. Már hosszabbítás perceiben járunk, az igaz, de erre a bedobásra mindenféleképpen lesz még idő. Nagyon jöttek a fiúk, és ez volt az utolsó momentum ebben a félidőben, amelyet az MTE 1904 B csapata nyert meg 2-1 arányban, de hát még nincs vége, mindösszesen 45 perc telt el, és hamarosan folytatódik a találkozó. A szünetben mi is pihenünk, de önök is jöjjenek vissza a második félidőre, remélem rengeteg gólt látunk majd akkor is. Bajnoki labdarúgó mérkőzés a megyei harmadosztályból, ahon itt nem szoktunk mérkőzéseket közvetíteni túlságosan sokat, viszont ahogy mondtam a mérkőzés elején, annyira meghatározó és domináns az MTB csapata, annyira nagyarányú és gólgazdag mérkőzéseket játszanak, hogy muszáj volt őket képernyőre tűzni, és rengeteg mosonmagyaróvári környékbeli térségbeli is szerintem nagyon kíváncsi a fiúkra, és hát itt van az Ásványvárói KS csapata is, akik szintén kiváló eredményekkel büszkélkedhet. Ötödikek a tabellán, rengeteg gólt szereznek ők is, az MTA természetesen az első a bajnokságban, és 2-1 arányban vezet, két gyönyörű góllal. Régei Lacika szerezte az elsőt a 6. percben, míg a 37. perc környékén pedig Derdák Gábor óriási mázlis gólja. Meg hát Szemeti Péter kapus hibája okán hát 2-1 arányra módosította az állást. Az egyenlítő találatot az ellenfél részéről, ha minden igaz, akkor Bálint Attila szerezte, így van. Na, elmondtam minden kötelező formulát, és láthatják jól, hogy több
narancssárga megkülönböztető jelzéssel ellátott labdarúgó igyekszik melegíteni izmait, vagyis szerintem hamarosan érkezik Siska Attila csapatám az a különítmény, amik a tegnapi NB3-os mérkőzésen oroszlán részt vállaltak az 1-1-es döntetlenből, vagyis ezek a fiatal srácok heti két mérkőzést is játszanak, akár a magasan jegyzett NB3-ban, vagy éppen a megyei 3-ban, amelyben a cél az, hogy a fiúk ezt a bajnokságot megnyerjék. Ez egy kimondott és vállalt dolog, hogy ezt meg kell nyerni a fiúknak, azért küzdenek ők itt ebben a felnőtt bajnokságban, hogy rutint szerezzenek, és alapjai legyenek a mosonmagyaróvári labdarúgásnak, hiszen ők azok a fiúk, akire néhány éven belül a nagy csapatban is számíthatunk. Ugye jövőre változik az NB3, NB2 mezőnye, hát két NB3 lesz, egy NB2, úgyhogy mindenféleképpen kellenek a jó és meghatározó játékosok, és miért ne lehetnének ők ezek a fiatalok is, akár szerezzék meg a kellő tapasztalatot ebben az egy évben. Amúgy a vezér szurkoló mag mellé megérkezett az MTU 15-ös, 17-es korosztálya is, akik a Balatonon jártak, és a Balaton Lella együttesét győzték le 2-0 arányban. Szabadrugás következik, Darázs Attila a labda mögött. Egyre jobban fúj a szél, és én is egyre jobban fázolom, de hát ez nyilván nem kell, hogy érdekeljön őket. Viszont magas labdákkal lehet már, így nem tudunk akkorákat operálni. Ez viszont egy újabb suta szabadrugás volt. Nem tudom, ez már a sokadik, úgyhogy lesz mire, vagy van mire figyelnünk. Hát ez ilyen milyen megoldás volt? Amerikai focis megoldás volt, leszekkelte a hazaiak Smatovicsát az ellen 9-es játékosa Szabó Richard. Látványos megoldás volt. Szerintem, ha ásványra árul amerikai fociba, megnek a fejszét, akkor mindenféleképpen érdemes lenne arra fel is próbálkozni a játékosnak. Az a vicc része volt. Remélem, nyugodtan mehetek majd ezentúl is ásvány ráróra. Szabados, szabálytalan volt vele szemben az ásvány rárói ifjú angyal Attila. Bocsánat, Vadász Ádám volt az, nem mindegy. Az biztos, hogy ifjoncok mind a ketten. Nagyszerű védőmunka ezúttal is Alföld Attilától. A csapat egyik legrutinosabb tagjától. Múlt héten volt a mezei futóverseny városi döntője. Nem tudom, Lucsi indult-e rajta, de nagyon jól tudott a tereptárgyak között labda után futni. Szerintem karöltve Bálint Ádámmal kiválóan teljesítettek volna ott, és jó a szöglet, jónak tűnik, és nagyszerű Tiba fejes. Igaz, hogy a kapu mellé száll, de Gergő viszonylag magasra nőtt. Egy kiváló kosaras centernek elmenne, de legalábbis egy irányítónak. Azért az NBA-ben vannak ennél magasabb játékosok is, de hát ez egy másfajta sportág, csak a szabad gondolataim szárnyalnak szabadon, úgyhogy mindenféle dolog az eszembe jut, és csak a szalonképes dolgokat merem elmondani tévé közvetítés alkalmából, úgyhogy nézzék el nekem, hogyha néha nem sült dolgok jönnek ki torkomon. Szabados Rigó felé, megint Szabados Tamás, Derdák Gábor. Jó, Gergő mind tudott, hogy nem avatkozik játékba Szabados Gábor. Ismét Pálint. Szabados Tamás. Ez mi volt? Reklamálás volt. Jújha, kikapja a reklamálásért. 12-essel Vadász Ádám, ő is elkönyvelt egy sárgát. Ez a legegyszerűbb sárglap, tehát reklamálni kell. Ezt láthatjuk a nagy nemzetközi mérkőzéseken is. Például Mesut
Mesut Özil is kiválóan tud már spanyolul káromkodni, egy sárga lapért féleképpen megérkezően. Akadozik a hang, elnézést kérünk a technikai. Igyekszünk ezt gyorsan olvasolni, ne tessék telefonálni az ügyfélszolgálatra, próbálom itt a helyszínen megoldani a dolgot. Szabados. Jó elképzelés, Rigó. Nagyszerűen kerül be. Becsapta védőit, kapura is tudta pöccinteni, de hát ez nem volt annyira jó. Szemeti Péter, mint valami jóféle. El akartam mondani, hogy milyen játékos. Mondom is, tehát mint egy jóféle golf játékos, baseball sapkával. Persze nagyon süt a nap, el kell lőni. Azt a debe nézte baseball sapka ellenére! Hú, ez burlesque gól volt, hogyha az előbbi Derdák gól nagy gól volt, hát ez még inkább. Smatovics Erik félpályáról úgy döntött, hogy hát kapura lövi, és úgy tűnt, hogy érdemes neki lottoznia a mai nap folyamán, mert a kapus későn vette észre. Hát, 3-1-re vezetünk, maradjunk annyira az 54. percben, de bizonyára Szemeti kapusnak ezúttal lesznek álmatlan éjszakái, de hát inkább azt javaslom neki, hogy felejtse ezt a mai mérkőzés, mert hát két sima az övé volt, de hát a csapat nyer, a csapat veszít, és a legnehezebb kapusnak lenni. A kapus hibája egyből föltűnik, míg a csatárok hibáznak zicserben, az egy felejthető megoldás, és azonnal elfelejtjük, úgyhogy én nem mernék semmiképpen sem kapus lenni, kapusnak lenni. Ez a legnehezebb feladat, mélységes együttérzésem, de hát ez attól még kapus gól volt. Mint tudjuk, Magyarország a 10 millió szövetségi kapitány országa, már jönnek a javaslatok, hogy rúgd kapura. Mindezt kapta Szabados Tomi itt a mi saját 16-osunk előtt. Azért egy ilyen 80 méteres kapura lövést én nem preferálnék annyira. Mindesetre lövésből lesz a gól, ezért el kell lőni messziről, volt rá példa kettő is, hogyha közelről nem vagy, akkor távolról érdemes próbálkozni, és szerintem a fiúk ezt már nagyon jól tudják, és majd csinálni is fogják. Rigó, Smatovics, Derdák felé, Karácsony, Darás kérné, nem kapja, Derdák. Ó, de rossz megoldás volt. Lehet egy kicsit gyakorolni a futást, ha nem volt még elég itt a téli alapozásban a 60 méterek gyakorlása. Ezúttal Tiba Gergőnek jutott osztályrészül Bálint. Bátran Szabados elé, Derdák. Vajon kinek? Középpályánk egy kicsit visszalépett. Smatovics. Hazafelé. Napod elfogy csendesen, viszont ezúttal Bálint Ádám fogja a labdát. Szabados, a Kari kérte volna, de hát a Lucsi kapta, Smatovics Erik, Derdák, viszont Horvát, Attila lett belőle, és jöhet. Tiba, azt kapod, amit adsz, vagy azt adod, amit kapsz, Gergő. Azért továbbra is technikai problémák vannak a hanggal, akkor elnézést kérek, nem fogok énekelni, de hát szerintem most azért úgy rendben vagyunk. Darázs. Karácsony adhatja be. És kapura, azt a keresztlécre lőtt. Még két keresztlét, nem hiszem el, és mi volt ez? Les? Hű, fiúk, kétszer egymás után ezt megcsinálni, hát nagy pénzt lehet vele nyerni a keresztlét lövő versenyeken, így most egyszerre-kétszer is sikerült, bár ez képzavar volt szerintem, mindenesetre izgalmas momentum volt. Karácsony. Derdák. Horváth.
merre szól a bedobás. Azt mondja a játékvezető, hogy az MTE következik azzal. Úgy van, Szabados Tamás, Tiba Gergő, és Matovics Erik. Jó a beadás. Mélyre hajolás szabálytalanságát tehát a mélyre hajolás szabálytalanság tipikus esetét láthattuk Horváth Attilától. Fogalmam sincs, hogy mi volt les vagy támadó szabálytalanság. Minden esetre jöhet az ásványrárói csapat. Hát ez bizony rossz labda volt, nagyszerűen szerezte meg Darázs a labdát, kipasszolta Horvátnak, és keresztbe el a kapu előtt. Ilyen volt hasonló szituáció, mert az első félidőben is az ellenfél akciója alakult hasonlóan. Hát ezt elszórakoztuk, maradjunk abban. Fiú, be kell lőni minden helyzetet, lehetősége, sokkal több volt ebben az akcióban is. Szabados, Derdák. Darázs, Derdák, Darázs, Karácsony, Smatovics, Derdák, Tiba. Szabados, nagyszerű átvétel, nagyon becsapta Ács Máriót, viszont a passz nem volt annyira jó, ne bántsuk egymást, nem is miért kéne, elpassz. Elnézést kérünk a hakibáért, tehát Kovacsics Gergely elpasszolta Halasztit. Szabados, Tiba, Smatovics, nagyon jó keresztlabda, kiválóan érkezett Karácsony Peti, de még jobban jött a rutinus alföldi Attila is. MTE bedobás következik, Karácsony, Régely, ezúttal egy kicsit határozatlan volt, vagy az ellenfél volt nagyon határozott. Mondhatni, hogy adott esetben még szabálytalan is, hát Bálint Attila megmozdulása nem volt az. Sándor Ferenc szerint, úgyhogy bedobás. Régely. Az első gól szerzője. Ez viszont nem volt jó. Bedobás jön. Smatovics. Tiba. Karácsony. Derdák. Szabados Gábor. Smatovics Erik. Smatovics Erik, Smatovics Gábornak, az MTE A csapatának, csapatkapitányának az öccse. Úgyhogy igazi futballcsaládról beszélhetünk. Mind a ketten a 8-as mezben játszanak, majd ha összeérik a két játékos egy csapatra, akkor leszek kíváncsi, hogy ki milyen mezben játszik, bár volt már rá példa az idei bajnokságban is, hogy Erik kapott néhány perc lehetőséget a felnőtt csapatban. De milyen mezszámban játszott, azt most én nem tudom megmondani. Aki tudja, az küldje el az info@mrtv.hu e-mail címre. Értékes belföldi utazást lehet vele nyerni saját önköltségen. Szóval ez egy vicc volt, remélem értették, senki ne küldje el. Nem is biztos, hogy ez az e-mail címe a Sportkednek, úgyhogy próbáltam elütni az időt, mert hogy unalmas a mérkőzés ezekben a percekben. Bátran kimerem jelenteni. Az ásványrárói csapatjátékában sok elképzelés nincs. Az MTE-ben pedig, nem tudom, mondtad, hogy utaznak a fiúk. Smata. Utolérte. Horváth Attila. Nagyszerű. Be tudja csapni védőjét? Igen. A másikat is. De miért nem fújtuk le? Úgy is van.
Az első szabálytalanság még kívül volt, úgyhogy ebből szabadrúgás lesz, hiszen próbálta a játékvezető előnyszabályként értelmezni a helyzetet. Az első akció, mármint az első szabálytalanság az itt a 16-os sarkánál történt. Úgyhogy jöhet egy bátor vállalkozó, aki nem a lábak alatt próbálna előni a kaput, a labdát, hanem próbálná inkább feltekerni valamelyik felső sarokba. Ez addig bejött, és ha jól látom, akkor kettős cserére készül az MTE csapata. Ha jól látom, akkor lemegy a pályáról a tízessel játszó Rigó Kálmán, és a kettessel játszó Darázs Attila, és mindjárt meglátom, hogy ki érkezik. Egyelőre nem látom a másik oldalt, de ha minden igaz, akkor Farkas Krisztián lesz az szerintem, illetve Újvári Tamás, ebben szinte biztos vagyok. 16-ossal érkezett Angyal Szilárd akkor, és 14-essel Újvári Tamás, Farkas Krisztián, Titta pedig még egy kicsit üldögél a kispadon, de előbb-utóbb valaki még szerintem érkezik majd. És hogyha már bejött, akkor mindjárt oda is állt Angyal Szilárd a kapu mögé, eltekeri, és majdnem első labda érintésre gól, de hát a majdnem a ha kisőt sem meg a tulajdonképpen és a pedig lennek a közeli rakona, úgyhogy labdarúgásban semmit sem ért. Ezúttal is marad a 3-1-es állás a 64. percben. Hátra van még 27 perc, 26 perc találkozóból. Nem mondom azt, hogy lefutott a mérkőzés, mert 3-1 az még nagyon veszélyes. Az, amit a 2-0 még bármi megtörténhet. Illetve a vérszem klasszikus esete. Nagyon jó lenne még egy gólt lőnünk, találnunk. Mind a kettőre volt már a mai napon példa. Viszont lemaradt a csodaszép puha gyepen Horváth Attila, aki nem a csillagokat nézegette, bár lehet, hogy annyira fájt neki, hogy csillagokat látott. Minden esetre pihent egyet ezen a nagyszerű gyepszőnyegen, és nagyon sportszerűen visszaadtuk a labdát, mert hogy nagyon sportszerűen az ásványállói csapat meg tacsra tette. Akarom mondani, az oldalvonalon kívülre juttatta a labdát. Ács. Ezúttal jól csinálta. Volt a testcsel, de csak eddig jutott, mert hát a Derdák Gábor is ott volt, Karácsony Péter, Derdák, Angyal, nagyon jól megy az ellenfél csapat kapitánya, és nagyon jó volt a védőmunka, és így Szabó Rihárd nem jutathatta kapura a labdát, viszont Szabados Tamás azt mondta, hogy megsérült, de nem, úgyhogy szerencsénk volt ebben a szituációban is. Karácsony. Hűha, tessék figyelni, kedves Szabados kolléga, mert ilyenből vannak ám a könnyelmű gólok. Tehát Karácsony. Angyal. Még mindig a karé. Fupp! Ez pedig jégkorongos bukás volt. Na és akkor most egy ásványárói cserét is megnézhetünk. Ez pedig, ha tetszik, hanem végképp nem tudom megmondani, hogy ki megy, ki jön, de remélem hamarosan kiderül. Az biztájáról Angyal Attila távozik. Az érkezőt megtippelni pedig 3-1-hez van esélyem. Ide hozzánk érkezik közel 10-essel Vadász István játékban. Érkezett tehát még egy vadász a pályára, Ádám és István, így már ketten az Ásvány Rárovi csapatban. Derdák. Szabados. Karácsony. Kéri bent a Csonyi, fejelni is tud, és nagyszerűen fejelte Újvári Tomi, de aztán nem lett belőle semmi sem.
a kapu mellé mentett, aktívan szállnak be a mérkőzésben, nem viselte meg őket túlzottan a tegnapi mérkőzés, ami nagyon küzdelmes csata volt az MB3-as mérkőzés. 1-0-ra is vezetett a Mosonmagyaróvári csapat Mészáros góljával, aztán az ellenfél egyenlített, így lett 1-1. Hát nem látványos jó meccs volt, viszont nagyon sok fiatal Mosonmagyaróvári kapott benne lehetőséget Siska Attila szakvezetőtől, és ez az út, ez az elkötelezett cél az MTN-nél, ahogy én ezt megtudtam, minél több fiatalt Mosonmagyaróvárit neveljenek a felnőtt csapatba, és ha éppenséggel az eredmények tán el is maradhatnak, viszont a közeljövőben, vagy hát a középtávú jövőben ennek a csapatnak van létjogosultsága, hogy szeressük a helyi fiatalokat, és nagyon sokan nézzük hétről hétre a Vitman Antal Park mérkőzéseit. Vadász. Kapura tekerte. Hát Bálint Ádámnak nem sokat kellett érte mozognia. Már régen volt játékban amúgy is. Szabados. A másik szabadosnak. Karácsony. Tiba. Vajon hova? Újvári? Vissza neki? Tiba? Smatovics? A kis Smatovics mondhatni? Mert hogy van nagy is. Itt ül mellettem, azt mondta, nem vállalja a szakkommentátorkodást. Pedig nagyon szépen csinálta Lucs, hogyha meg tudja tartani, akkor kiváló megakasztás lett volna, hogy viszont Ács Mário jöhet, viszont nagyon határozottan feküdt el Bálint Ádám. Mint hogy aranynyörögre kellett volna rábuknia, annyira magáévá tette a lasztit. Derdák. Karácsony. Salföldi Tamás hagyta játékos társának. Újabb csere következik, ismét Ásvány Rárói oldalról, bár a Mosonmagyaróvári csapat is cserél, Derdák helyen érkezik. Elsőre azt mondanám, hogy Bejci Dani jön, de nem, a Krizsó érkezik, Hajós Krisztián személyében, aki a tegnapi felnőtt mérkőzést is végigjátszotta, igaz, nem túl nagy sikerrel. Nem láttam benne azt a túl nagy lelkesedést, de hát ezt, hát minden mérkőzés más. Most lehet bizonyítani. Ács passzolt Bálintnak. Bálint Attila át a túloldalra. Vadász. Ha jól lett, akkor Szabó Szilárd cselezgetett. Itt viszont Németh Zoltán, ez szinte biztos. Az pedig Smatovics Erik. Nagyszerű lett volna annyi a labdája, így is jó. Régely. Smatovics. Angyal. Helyett. Angyal helyett Hajós Krisztián volt az, aki kapura lőtte kapásba, mindenki vérszemet kapott, mondtam, én meglátták, hogy lehet távolról tűnni szemeti kapusnak, így hát az mindenki távolról próbálkozik most már. Azért nem minden papsajt, vagy nem biztos, hogy a bab is hús, ahogy mondja a klasszikus mondás, hát meg kell próbálni persze. Ács. Bálint.
Szabó Richárd volt az, és igazából mellé lőtte. Valójában gondolom a kaput célozta meg, tehát elkerülte a pálya ezen tartozékát ezúttal a mi nagy-nagy örömünkre. Bár Bálint Szikla Ádám is ott volt a kapuban, úgyhogy lehet, hogy semmi gáz, nem lett volna. Szabados, Tiba, Karácsony, visszakapta a labdát, Tiba, Smatovics, lehet menni, kihallatszik, hogy hogy megfuttatták őt, nem baj, hát fiatal, erős szervezet, lehet menni, mint a gép. Szabados. Angyal. Hát senki nem jött ott sajnos. De nem volt rossz elképzelés. Ács Milán. Akarom mondani Ács Márió. És közben jó, mert egy nem tudom, akik nézik a tévé közvetítést, hogy micsoda keresztlapa vagyok, tehát nem a klasszikus értelemben vett maffia főnök, hanem itt átkeresztelek minden nevet, úgyhogy kedves nézők, kedves rokonok, családtagok, akik látják ezt a helyi rangadót, nézzék ezt el nekem, mert nem mindenkit ismerek Ásványráromban, vagy Ásványráromon arcról. Mert számról igen, de az nem mindig látszik. Bár a felkészült TV riporter a mérkőzés közvetítés alatt cipőről, kilógó alsó ruházatról, hajpántról, csuklószorítóról, nadrág befűzésről is fel kell, hogy tudja ismerni a játékosokat. De hát, mit tesz a sors? Ez most elkerülte az én felkészültségi szintemet. Csere! Az imént emlegetett Ács Márió adja el a pályát. Jön helyette. Szerintem Molnár Dávid lesz, hogyha a 4-es messzámot viseli az ifjú focista. Így is van, Molnár Dániel érkezett át a kapuba. Távoli lövés. Ezúttal is meleg volt a Pite kapus szempontból. És Matovics Ecsa megpróbálta még egyszer azt, ami már egyszer összejött neki. Hát biztos, hogy kellemetlen lesz a hazafelé út szemetti kapusnak, tehát ne foglalkozunk annyit vele. Hát annyira próbálják ezt a távoli lövést a srácok, hogy előbb-utóbb lehet, hogy összeakad megint valami, és Matovics. Hajós. Régely. Lint Attila. Annyira messze folyik tőlem a játék, hogy útlevél kéne hozzá, hogy elutazzam odáig. Úgyhogy hát maradjunk annyiban, hogy Molnár Dániel próbált kapura lőni kevesebb sikerrel. Ismét ki a szélére. Azt hittem, hogy a partjelzőt fogja indítani. Bálint sportás, de nem tette meg, hiszen volt ott játékos, jól ismerte fel a helyzetet. Na és a másik Bálint, az Ádám. Régely. Újvári. Azaz, nagyszerű a labdája. Jó felé ment a Laci. Mondták, hogy jöhet a beadás, mehet is a beadás. Nagyszerűen Horváth elé eltekerte volna a hobcsúcsorok felé, viszont a megoldása technikailag kivitelezve nem volt 10 pontos. Maradjunk egy erős 4,5-nél, így hát elkerülte a felső sarkot a labda. Jön az újabb csere MTR részről, mert hogy nem 3 plusz 1-et lehet cserélni, hanem legjobb tudomásom szerint a megye 3-ban legalább 7-et lemegy a pályáról a 13-assal játszó Szabados Gábor.
És hát elsőre azt mondtam volna, hogy a Bejci Dani jön, de hát másodikra is azt mondom, hogy a Bejci Dani érkezett a mérkőzésbe, a játékba. Ide hátra a Bejci apuka is itt van, úgyhogy ebből mertem feltélezni, hogy előbb-utóbb ő is megláthatja a fiát játszani. Azért örömteli dolgok ezek, amikor kijön a család, és akkor a gyerkőcöket megnézzük, hogy hogyan fociznak, hogyan mennek előre. Miért ne? Jó dolog ez. Meg hát a megyei harmadosztály van, szerintem erről szól a labdarúgás, főleg az utánpótlás foci, még hogyha ez egy felnőtt bajnokságnak is számít, de tudják jól, hogy az 1904, na azért van B csapat, hogy minél több rutint szerezenek ezek a fiatal játékosok. Akik vezetik a bajnokságot, annyira jól csinálják ezt. Az utolsó negyed órában járunk, és 3-1 arányban vezet az MTE két távoli góllal, illetve hát egy közeli találattal értük el ezt a szép magyar, tradicionális, igazságos számot, amiben bízom, hogy nem ez lesz a végeredmény, hiszen a fiúk eddig mármint a tavaszi szakaszban egyszer hetet lőttek, aztán lőttek még 5 gólt, bár hogyha folytatódik a sor, mint akkor most 3-nál megállnak. De hát ki tudja, hogy az egész bajnokságban ők lőtték a legtöbb gólt eddig, szám szerint 79-et, illetve ha mai 3-at hozzáveszük, akkor már 82 gólnál járnak, és nagyon keveset kaptak, mindösszesen 22-t, maival együtt 23-at. Az ellenfél, vagyis az ásványjáró csapat eddig 37 gólt jegyzett, a maival együtt 38-at, és a 30-at kapott eddig. Amúgy a tabellán megnézzük őket, akkor az MTE 15 mérkőzésből 11-et megnyert, 3 döntetlent és 1 egységet számlálnak. Az ásványjáró pedig 15 mérkőzésből 8-at nyert meg, szintén 3 döntetlenjük van és 4 vereség csúszott be. Hát így áll a két csapat, 4 tabellányi hely van közöttük, 36 illetve 27 pont, és úgy tűnik, hogy ez csak több lesz, hiszen a 3 pontot egyenlőre az MTE tartja magánál. Nagyon határozottak voltak ott a védők, kiváló munkát Vadász Ádám adhatta középre, jött a beadás, és nagyot kellett nyitni. Német Robinak lehetséges, hogy ő is beállt közben a cserék között. Horváth, nagyszerű testcsel. A érkezők középen, csak sikerüljön odatállalni. Hát nem sikerült, ezt nem hiszem el. Hát ennyire közel volt pedig a megoldás. A kulcs ott volt a lábában. Ajjajajajajaj. Így viszont kiválóan les. Azt mondják, hogy les. Igazából les helyzet volt, legalábbis úgy látom, hogy a túloldalról a sportársnő befújta, vagy beintette, a játékvezető pedig mit mond erre? Én azt mondtam, hogy les, de hát nem, valami történt, oda mennek konzultálni, mivel a mikrofon, a belső kommunikációs csatorna úgy tűnik, hogy megye 3-as szinten nem működik. Sándor sportás lehajolt, meghallgatja a beszámolót. Na de ebből mi lesz? Ilyenkor bánom, hogy nem vagyok gondolatolvasó. Nem tudtuk meg, hogy mi történt. Lesz már csak Sándor Spori memoáriából tudjuk meg, hogy mi volt a nagy dolog, ami megtörtént itt a mérkőzésen kettőjük között. De annyira motoszkál bennem a kíváncsiság, lehet, hogy megkérdezem tőle a közvetítés után, hogy mi történt,
De hogy hogyan mondom ezt el önöknek? Hát nem tudom. Nézzék az MRTV műsorát, lehet, hogy kiderül. Bár nem hiszem, hogy annyira érdekfeszítő dolog van erről időm beszélni, hiszen hát átfordult a mérkőzés roppant unalmasba. Nem tudom, hogy vannak vele, remélem nyúlnak a távirányít után, messze van önöktől ez a kapcsoló szerkezet, és nézik a helyi fiatalokat, akik szerintem a 3-1-es vezetés birtokában hát csak a labdatartásra koncentrálnak igazából. Óriási innováció jutott az eszembe, most már 82 perce a bal kezemben tartottam a mikrofont, úgyhogy átváltottam jobbra, és annyira kényelmes, és már nem zsibbad annyira a vállam, illetve a kulcsontom, valamint a könyök ízületem. Ez mi volt? Lesó volt. Bizony szalonképtelen megjegyzések itt mellettem, de alig tudok rá figyelni, hiszen annyira megváltó érzés, hogy nyújtózkodhatok egyet. Elnézést. Tiba. Szabados. Hajós Krisztián, ha jól láttam, akkor Angyal Szilárd felé, nagyon gyors játékos, és elérte a szöglet zászlót, tehát azon nem lehet focizni, elég amorf felépítése van, legalábbis a gömbtől távoli. Jössz, mester, akkor? Nem jön. Közben Smatovics Gábornak szóltam ki, nem költői kiszólással, hanem így a műsor közben kértem volna őt, hogy segítsen szakkommentálni a látottakat, mégiscsak gyakorló edző, amellett, hogy a helyi csapat, mert a felnőtt csapat kapitánya is egyben, de hát nem vállalta ezúttal sem. Megint hosszú volt ez a labda. Hajós Krisztián ismét próbálta Angyal Szilárdot játékba hozni, de ez így kevés volt, illetve hát sok volt, egészen pontosan. Az üdvösséghez kevés, pontos passznak meg sok. Tiba. Hajós. Angyal, vissza Hajósnak. Ismét Angyal. Van középső ember. Öngól! Hát ez volt a mérkőzés legszebb találata. Szegény embert még az ág is húzza, hogy klasszikusokat idézzek. Óriási gólt fejelt szerintem alföldi sportás, mármint alföldi Attila. Alföldi Tamás, bocsánat, 4-1 arányban vezet az MTE ezzel az öngóllal. Hát akkor a meccs átlagunkat egyelőre úgy tűnik, hogy hozzuk. 4-1. És ez is egy óriás gól! Fél fordulatból! De jó lesz ezt a mérkőzést visszanézni. Nagyszerű gólokat lát. Nézzük, Német Zoltán tekerte be a jobb alsó sarokba, kapus szemszögből a bal alsóba, minden esetre nagyon szép találat volt, és természetesen, ha azt mondtam volna, hogy Németh Zoltán, én Molnár Dánielre gondoltam, az imént beállt ifjú csatár, óriási gólt lőtt. Nem figyeltünk, az az igazság, úgyhogy amit elvett a sors, azt visszadott, 4-2, van hátra még 4 perc, hát tessék odafigyelni, mert könnyen jönnek a gólok, de a semmiből gyakorlatilag születhetnek. Nagyszerű passz volt. Hát nem lett jó. Igen, igen, szabálytalan volt, én is úgy láttam, és Matovics megmozdulása nem volt szabályos. De hát, hogyha valami szabálytalan, azt jelenti, hogy nem szabályos. Tesztessék tudomásul venni, kedves műsorvezető kollégák, beleértve magamat is.
És akár mi is lehet? Azt a mindenségit, köszönjük szépen! Hát, ez hogy sikerült? Hűha. Maximum az történhetett, hogy labdának nézték a kapufát. Óriási zicser voltál ez, kedves ásványrárói szurkolók, és ebben az utolsó 3 percben még akármi is történhetett volna, az igaz, hogy egy kicsit magas nyújt labda, talán stukkolva, vagy egy testtel, vagy nem tudom, hogyan kellett volna megoldani, vagy számítva a lehetőségre, óriási lehetőséget puskáztak el az ásványrárói játékosok. Ha minden igaz, akkor Kovacsics Gergely volt az. Közben ismételten akadozik a hang, ahogy jelzik a közvetítő autóból. Most már vérjük ezt ki valahogy, kedves zöld mikrofon. Legközelebb ígérem, a pirosat hozom el magammal, ha nem viselkedsz rendesen, így nem lehet megfelelő minőségű sportközvetítést adni, hogyha állandóan bele recseksz. Na már csak ez hiányzott. Brigád Nord is dalra fakadt, érzik, hogy kell egy kis biztatás, hiszen a 4-2 az egy nagyon szép eredmény, de végeredménynek jó igazából, úgyhogy még van hátra igazából 3-4 perc, és ezen a mérkőzésen még abból is gól születik, amiből nem számítunk rá. Óriási megoldás volt Angyal Szilárdtól. Szöglettel jöhetünk, hát bizony. Meg tudjuk kerülni az ellenfél játékosait. Hajós. Ellövi. Ez az. És ezúttal nagyon jól védett Szemeti Peti. Ráfér a biztatás, hiszen ez a játékról, az örömről szól, és nem kellene ilyen gólokkal stresszelni egymás idegeit, mint amelyeket sikerült a kapusoknak beszedniük. Tiba Gergő nagyon rutinos volt. Hajós. Szabados. A Orváth Attila. Nem sikerült neki adni a szöglet. Hát erről az oldalról még nem is láttunk MTE szögletet. Na hát most itt az ideje. Mondja, a Szilárd megy elvégezni ezúttal. Hát ez neki sem megy ma, meg vagyunk átkozva ezekkel a beadásokkal, úgy tűnik. Ez az, Ani, gyerünk, keményen, úgy van. Na. Van keresni valód, meg lehet találni, les. Az is volt, még én is láttam, pedig hát szemeim nem térhálósok, és se nem összetett pontszemem nincsen. Úgyhogy nem volt egyszerű a felismerés, de tényleg látványos les volt, senki nem is vitatkozott. És még egy mi? Hogy voltam, akkor sárga alapot könyvelt el. Sándor Ferenc, de hogy kikapta, azt nem tudom. Megnézzük a lassításon, Újvári. Németh Zoltán, rossz helyre. Horváth, nem tudják feltartani. Kapura, hát nagyon fölé. Megjött a fügnő a kedvük a lövéshez, erre bíztattam őket, de gyatrábbnál gyatrábbak most már a távoli kísérletek. És hát a labdáért, hát expedíciót lenne érdemes küldeni, de inkább bedobtak oldalról egy másikat. Olyan messzire szállt el. Mondanám, hogy ott van, ahol a Maszat 1, vagyis az első magyar műhold földkörüli pályára lőtte Horváth Attila. Lesz dolguk majd a pálya karbantartóinak, mire kibányásszák majd a Dunából a labdát. Márpedig az nincs annyira közel. De itt folyik Mosonban, mert hogy mosoni a Duna is.
Lejárt a rendes játékidő, már a hosszabbítás percét éljük, 4-2 arányban vezet az MTE. Meg kell ismételni a szituációt, tehát bedobás, ásványarag bedobás. Megtörtént. Az utolsó momentumokat látjuk a csatából. Nem volt durva mérkőzés, igaza volt Sándor sportása, nem kellett tartani ettől. Egyértelmű volt az MTE fölénye, de hát még egy harmadik gólt akár össze is hozta az ásványarag csapat, hogyha sokat szórakozunk még itt a végén, de hát Tiba Gergő maga a megtestesült Sergio Ramos nagyon jó helyen volt, remélem nem sértődik meg a hasonlatért. Nem mertem Pepe Keplert mondani. Maradjunk abban. És akkor itt van a vége. Hát egy roppant látványos gólokkal tarkított mérkőzésen az MTE 1904B csapata legyőzte az ásványrárói KS-ét 4-2 arányban. Az biztos, hogy a kapusok ma bánatukban ihatnak, hiszen van rá okuk, de a fiúk kitartóan fociztak ezen a mérkőzésen, és az MTE továbbra is őrzi a tabellán elfoglalt első helyét, ahogy mondtam, most már 39 ponttal, és Siska Attila csapata ezúttal is kiváló formát mutatott. Gratulálunk a tévénézőknek, köszönöm, hogy a Sportkeddet választották, és hát találkozunk majd a következő sportközvetítésünkben is. A viszontlátásra, a viszonthallásra.